Látom, nagyon kell az az Oscar. Sziasztok, Jani vagyok, és ez itt a Jani Rezum. Már mielőtt egy képkockát is megláttam volna a Visszatérő című filmből, már akkor hallottam, hogy Leonardo DiCaprio akkorát alakít benne, hogy ezért valószínűleg meg fogja kapni az Oscar díját. Folyamatosan jöttek a hírek, hogy milyen durva dolgokat kellett kiállni a forgatáson, hogyan kellett felkészülnie rá, és hogy mennyi mindent tett azért, hogy autentikus legyen ebben a szerepben. Vegetáriánus, mégis nyers halat és májat kellett tennie, mivel helyszínen forgattak, így a hideget ki kellett bírnia, jeges vízben úszkált, megtanulta az indiánok nyelvét, élve eltemették, belebújt egy állat tetemébe. Én úgy gondolom, hogy ha csak ezen volna a legjobb színész Oscarja, akkor már most szeretnék gratulálni Bear Gryllsnek, mert ő gyakorlatilag mindig ezt csinálja. Bár DiCaprio most mindent megtett azért, hogy nyerjen, és valószínűleg nyerni is fog, de milyen mókás lenne, hogyha nem nyerne? Hanem majd, amikor csinálnak egy életrajzi filmet az életéről, akkor az őt alakító színész nyerné meg az alakításáért. Szóval nagyon érdekelt, hogy végül hogy sikerült ez a 135 millió dolláros szuperprodukció. Így hát kezdjük el! A történet szerint a DiCaprio által alakított Hugh Glass az indiánok elleni számháború felderítője, de annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre a szteroidos macilacit az erdőben, aki izgalmában szét is kapta őt. Cserkésztársai, többek között Mad Max, az ő sebesült teste helyett inkább a sört viszik tovább, így magára hagyják őt a havas erdő közepén, hát ha nem lesz ideje kitörölni őket Facebookon. DiCaprio megérzi a friss rántott hús illatát, így újult erőre kap és elhatározza, megszerzi a bosszúért kapható cserkészkitűzőt, így lóhalálában utána ered a többieknek. Vajon sikerül neki elkapni őket? A történetről ennyit, most pedig elmondom a tapasztalataimat, először is a pozitívumokat. Remek hangulata van a filmnek, nagyon nyomasztó, hatásos, szinte érezzük a bőrünkön a dermesztő szeleket, és ezt a zene is tökéletesen kiegészíti. Gyönyörűek a helyszínek. Nagyon megérte nem stúdióban, hanem helyszínen forgatni, mert abszolút érezni a különbséget. Szinte bármelyik képkockát kiragadjuk, abból tökéletes képeslap lehetne. Ez a véres medve támadásos jó lesz a mamának. DiCaprio játéka magával ragadó. Taknya nyál összefolyik ebben a szerepben, hihetetlen intenzitással hozza a karakterét. Igazán bebizonyítja most, hogy Hollywood legnagyobb színészei között van a helye. Tökéletes ellenpólus a Tom Hardy, aki szintén remekül alakít ebben a filmben. Igaz, hogy a Mad Max Kurtból merítette a legtöbb nüanszát, de így is tökéletes volt az alakítása, és így remek párost alkotnak ebben a filmben. Fantasztikusan komponált, hosszú jelenetek vannak a filmben. A rendező már Birdmannél is bemutatta, hogyan kell ezt csinálni, viszont igazán ennél a filmnél teljesedik ki ez a technika. Egyből benne vagyunk a jelenetben, a cselekményben, és ezt elősegíti az is, hogy kevés vágás van a filmben. A film szuperrealisztikus megoldásokat tartalmaz. Hogyha rossz helyen van a kezed, búcsút mondhatsz az ujjaidnak. Abszolút érezni a fájdalmat, a szenvedést, nagyon hatásos a legtöbb megoldás. Nagyon-nagyon intenzív az a pár akció jelenet, ami van benne. Az említett realizmustól, hosszú snittektől annyira benne érezzük magunkat a jelenetben, hogy az már nekünk fáj. Szóval nagyon sok pozitívum van a filmben, de azért mégis van pár dolog, ami egy kicsit elrontja az élményt. Ez a film egy emberi katasztrófa film. Ami rossz dolog megtörténhet a karakterünkkel, az meg is történik, ráadásul a semmiből. Komolyan mondom, egy ember nem lehet ennyire szerencsétlen. Ne! Megkapott egy vérmókus! Ha, egy normális farkas! Medve! Kicsit öncélú néhol ez a realisztikus megvalósítás. Van, ahol szerintem teljesen szükségtelen, és csak hatásvadász akar lenni. Azt akarják, hogy fintorogjunk, és felforduljon a gyomrunk. Ah, Leo, itt az Oscar, csak hagyd abba! Maga a történet nem túl bonyolult, és nem is lett annyira kidolgozva, ezért a karakterek kicsit sekélyesek lettek. Gyakorlatilag az első jelenettől fogva tudjuk, hogy melyik karaktertől mit várhatunk, túlzott jelenfejlődés nincsen. A főszereplővel tudunk azonosulni a sok szenvedés által, de nem is azért izgulunk, hogy vele mi lesz, hanem hogy már történjen valami. Ez egy 135 millió dolláros művészfilm. Vannak benne álomszerű jelenetek, ilyen tipikus művészi megoldás, amiknek szerintem nincsen annyira helyük a filmben, egy kicsit kilógnak, és elég éles a váltás ezek között a művészi jelenetek között és az intenzív, realisztikus akció között.
A film túl hosszú. Hogyha 2,5 óra helyett mondjuk csak 2 órás lett volna, akkor talán jobb lett volna a ritmus, mert így pár helyen eléggé unalmas lett. Amennyire jó a legtöbb helyen az operatőri munka, máshol ugyanannyira rossz. Vannak jelenetek, ahol konkrétan belemásznak a színész arcába. Megértem én, hogy azt akarják, hogy úgy érezzük, mintha mellette lennénk, viszont ez már kicsit túlzás volt. A főszereplő egy szuperhős. Olyan dolgok történnek vele a filmben, amitől már szerintem a való életben 70-szer meghalt volna, én legalábbis biztosan beledögöttem volna. Mi ez itt a Földön? Szóval összességében ez egy jó film volt, abszolút érdemes volt megnézni, mert egy élménnyel gazdagodtam. Leonardo DiCaprio hatalmasat alakít benne, az akciójelenetek nagyon realisztikusak és intenzívek, gyönyörűen van megcsinálva a film, viszont helyenként túl művészi, volt ahol túl unalmas. Hogyha egy kicsit veszesebb lett volna a konstrukció, akkor sokkal jobb filmet kaptunk volna szerintem. Nagyon közel volt ahhoz, hogy egy igazán jó film legyen. Így az értékelésem. 75%! Most egy jó ideig nem nézném újra, mivel elég sok volt benne a szenvedés, és ez elég rossz hatással van a lélekre, viszont remélem, hogy sok-sok hasonló jellegű filmet fogunk látni a jövőben, mivel nagyon-nagyon sok potenciál van bennük. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és légy te is részes a Janiverzumnak! Nagyon hideg van. Egy feliratkozás, egy like és egy megosztás biztos felmelegítene.